Üdvözlöm mindenkinek, Ezüst Szilver vagyok, ez pedig itt egy újabb helyzetjelentős videó lesz, amiben meg fogjuk nézni a csatornát érintő jövőbeli változásokat, terveket és egyéb dolgokat. Mielőtt azonban belekezdenénk, szeretném felhívni rá a figyelmet azok számára, akikhez még nem jutott el a hír, hogy végre útjára indult Hikari csatornája is, aminek a legelső videóját már meg is tekinthetitek az i betűre kattintva, az eddigi visszajelzéseiteket és feliratkozásaitokat pedig nagyon köszönjük, nagyon jól estek Hikarinak, és ezzel is ösztönzitek arra, hogy folytassa, amit elkezdett, ami természetesen folyamatban van, úgyhogy hamarosan újra nézhetitek a puttyalást. Nem. Viszont akkor rögtön térjünk is rá az első pontra, ami a videók heti felbontását érinti. Ugye eddig úgy voltunk, hogy 3 hetente változtattuk a sémát Pokémon, Transformers, Overwatch témákban, vagy ha úgy tetszik, anime figurabemutatók, gémelés témákban, amit szerencsére sikerült rendszeressé tenni, viszont az élő közvetítések behozatalával kicsit meg lett kutyulva a dolog, a témák is itt-ott átfolytak egymásba, szóval eléggé ideje volt már, hogy még inkább rendbe rakjuk a dolgokat. Nem kell félni, nem törlődik egyik téma sem, viszont mivel az Overwatch és a Pokémon is inkább game kategória, figurabemutatókkal meg amúgy is lassan haladunk, meg sokan nem tudtak lépést tartani, és mindig kérdezgették, hogy most milyen hét is van, ezért úgy döntöttem, hogy kicsit leegyszerűsítjük a 3 hétre bontást, szimpla 2 hétre. Ez úgy fog kinézni, hogy lesz egyszer egy vágott videós hetünk, amik a következőket tartalmazhatják. Transformers és anime figurabemutatókat, így végre utóbbival is tudnék ismét haladni, de alkalomattán top 10-es videók, kritikák, egyéb vágott zenés videók is befigyelhetnek. A másik pedig, ahogy már ki lehetett következtetni, egy élő videós hét lesz, ahol pedig a megszokott live-okat lehet majd nézni, amik főleg játékokkal fognak foglalkozni, de természetesen a csatornához vágok dolgokkal, mint például közös overwatchozás vagy Pokémon végjátszások, és ha már megemlítettem, itt jegyezném meg, hogy a tervbe van véve a top 15 gyermekkori játékom videómból származó retro játékok sorozat tocska is, ha nem láttad még a videót, akkor kattints az i betűre, amit azért neveznék sorozatocskának, mert én úgy tervezem, ha megvalósítható lesz, és persze lesz rá igény, hogy egyrészben egy konkrét játékot játszanánk le egy húzamban elejétől a végéig, ha tudom persze, ezért kicsit hosszabbak lennének, mint a szokásos live-ok, és minden részben más-más játékot tolnánk végig. És természetesen rajzos és egyéb élő videók is ezen a héten jönnének. Szóval igazából nem a videók változnának meg, hanem csupán a rendszere, vagy inkább rendszertelensége, ahogy eddig jöttek, így például csak 2 hetente lenne vágott videó, ami nekem hatalmas segítség, mivel így könnyebben, jobban és hamarabb el tudok velük készülni, szóval a csatorna tagok is még hamarabb láthatják majd a premier előtti videókat. És ez egy remek áthezetés volt a következő témánkra, ami nem más, mint a csatornatagságok és a Patreont érintő kisebb változtatások. A legfontosabb, amit el szeretnék mondani, mielőtt belekezdünk, hogy gondolom felmerült már a kérdés, mégis mi lesz az általatok adott támogatásból. Természetesen nem sneakerst veszek belőle, ahogy azzal már poénkodtam korábban, mivel nem is tudnám ezt rögtön megcsinálni. Ugye eleve ezek a támogatós rendszerek úgy működnek, hogy a befolyt összegeket nem kapom meg egyből, hanem csak akkor, ha elér egy bizonyos fix összeget, ami nektek köszönhetően lassan, de biztosan egy pár hónapja meg is történt, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. És éppen jókor, mivel pont szükségessé vált egy új eszköz beszerzése, aminek a felét a ti támogatásaitokból finanszírozhattunk, így megvételre került egy konzolok streameléséhez használatos Elgato Game Capture HD60S, amivel végre normális minőségben fogom tudni megosztani a Nintendo Switch és PS2 videók anyagát anélkül, hogy attól kelljen félnem, mikor gyulladt ki az Amazonról olcsón rendelt korábbi kártyám. Ezt azért mondtam el, hogy lássátok, nem elcsokizom a támogatásotokat, hanem visszaforgatom a műsorban, így remélhetőleg még élvezetesebbé téve ezt a káoszt, amit néztek. Viszont akkor most már rá is térnénk azokra a bizonyos változtatásokra. Eddig ugye eléggé katyvasz volt a csatorna tagok és a patronok jutalmait illetően, itt is eléggé átfolyt az egyik a másikba, ezért kicsit átszerkesztettem a dolgokat, hogy sajátossá tegyem mind a kettőt, és akkor tisztáznám, hogy mi is a helyzet. A csatlakozott csatornatagok jutalmai annyiban fognak változni, hogy nem kapnak virtuális termékeket, mint mondjuk rajz, mivel rohadtul problémás lenne elküldeni, viszont exkluzív tartalom lesz most már, hogy csak és kizárólag ők tekinthetik meg premier előtt a videókat, patronok nem. Ami meg ott volt rohadtul körülményes, mivel a link birtokában bárki megnézhette a videót. Viszont akkor mi az, ami a patronok számára lesz exkluzív?
Eddig ugyebár úgy volt, hogy többféle csomag közül választhattak egy egyszeri ajándék ellenében. Ez fordított arányosságban fog megváltozni, egyelőre ugyanis egyetlen csomag közül lehet választani, később meglátjuk lesz-e még, viszont most már havi rendszerességgel fognak az előfizetők ajándékháttereket kapni. Ez úgy fog kinézni, hogy minden előfizető meg fogja kapni az adott hónap csomagját a feliratkozásuk napján, ami tartalmazni fog egy-egy Hikari és Silver verziós Overwatch avatart, 3 Gamer Girl hátteret PC-re, plusz egyet, amin mind a 3 karakter rajta van, és ugyanezen a hátteren 3 mobilos verzióját is. A hátterek 1920x1080-as, illetve 1080x1920-as, míg az avatarok 800x800-as méretűek lesznek. Ezután pedig minden addigi előfizető egy újabb ilyen csomagot fog kapni minden egyes fizetett hónap elsején, amik mind-mind új, különböző képek lesznek, szóval ha nem akarsz lemaradni egyről sem, érdemes minél előbb lecsapni a csomagra. Szóval összesen 9 képet fogtok kapni, amiket a regisztrációhoz használt e-mailetekre fogok kiküldeni minden feliratkozásnál, illetve az újabbakat minden hónap elsején az érdeklődők a Patronom linkjét a leírásban megtalálják. A következő dolog, amiről beszélnék, egy kicsit kínos számomra, mivel felvetettetek nekem egy tök jó ötletet anno egyik élőzés során, hogy lehetnének ezüstszilveres pólók és bögrék, amire ugrottam is, és ki is próbáltam egy oldalt, ahol ezekkel foglalkoznak, de az árazás igencsak érdekes ezeken a helyeken, mivel én a termékek összegét csak egy kis százalékban kapnám meg, tehát ha leviszem a csúszkán az árakat, konkrétan nem kapnék értük semmit, és őszintén szólva kicsit pofátlanságnak érzek elkérni 30 dollárt egy szaros pólóért, aminek a minőségéről fogalmam sincs. Ha nagyon-nagyon-nagyon lenne rá igény, esetleg tető alá hoznám a dolgot, de jelen állás szerint ebben nem igazán vágnék bele még, egyrészt mert nem akarok, talán veszek tőle pólót lehetőségekre alapozni, másrészt mert lehúzni sem akarlak titeket ilyen brutális árakkal. Nem zárkózom el tőle teljesen, ha nagyon akarjátok és bizton tudjátok, hogy mindezek ellenére mégis vennétek biztosan, vagy ha olcsóbban meg tudom oldani, akkor belevághatunk, de addig is én még inkább jegelném a dolgot. Végezetül pedig egy kis szó a következő nyereményjátékról, ami majd 6000 feliratkozónál lesz esedékes. Ha valaki nem tudná, azoknak elmondom, hogy én Londonban élek, és a nyertesek csomagjait innen saját pénzből szoktam kipostázni Magyarországra, ahol most sikeresen bevezettek egy remekül elbaszott vámtörvényt, aminek lényege, hogy minden rohadt külföldi küldemény, ami nem Európai Uniós államból érkezik, az áfa köteles, ami azt jelenti, hogy te kedves címzet fog fizetni azért, hogy megkapd a csomagodat, tapsoljuk meg ezért a magyar politikusokat. És mivel Anglia kilépett az EU-ból nemrég, így rám is érvényes már ez a fajta vámtörvény, tapsoljuk meg ezért az angol politikusokat és brexiteseket. Köszi! De aki ismer, az tudhatja, hogy ilyenkor olyan vagyok, hogy csak azért is a jó kurva szájukat, és megoldom valahogy a problémát. Mivel a 6000 még úgyis arrébb van, azért azt találtam ki, hogy mikor összegyűlik ez a feliratkozó mennyiség ugyan nem rögtön, de hazalátogatásom során majd viszem a kis nyereménycsomagomat, és otthon fogom helyben feladni. Szóval bekaphatod Magyar Parlament, és bekaphatod teljes Anglia, a pénzem a zsebemben marad, nem fogjátok megkapni. Szóval a lényeg, nem kell megijedni, lesz továbbra is nyereményjáték, meg fogjuk oldani. Annyi a bökkenő vele, hogy igen, nem magyarban élő nézőim nem fognak tudni külföldi címmel jelentkezni, mert ez az áfás baromság fordítva is érvényes. Tőlük ezúton is elnézést kérek. Viszont akkor ennyi lett volna ez a kis helyzetjelentés, remélem minden tiszta mindenkinek, ha mégsem, kérdéseket szívesen várok a kommentekben, ugyanide várom a véleményeiteket a megbeszélt témákról, minél több visszajelzést kapok, annál jobb, a megújult Patreon ne felejtsétek el megnézni, és akkor a legközelebbi videóig pedig, sziasztok!